Sziasztok! Ez egy videó tutoriál sorozat lesz, amiben bemutatom az alapvető meseket, ezeket. Próbáltam a videókat úgy felépíteni, hogy a módosítók nagy részét használjuk benne, legalábbis amik elterjedtek. Kezdésnek a kockából fogunk egy Rubik kockát csinálni. Először is beállítjuk a méreteket. Méterről átállítjuk centiméterre. Ugye egy Rubik kocka 3x3x3 kockából áll. Itt megadom, hogy a Rubik kocka 5,7 centi. És nekem nem kell kiszámolni, hogy egy kocka mekkora, hanem itt is beírhatom. Kijelölöm mind a hármat, és az elsőnél megadom, hogy osztom 3-mal. Állom 3-szor. Aztán még egy array módosítóval. Ugye őt már nem x-en, x tengelyen, hanem y tengelyen, és megint 3-szor. Még egy array módosítóval, őt meg z tengelyen mozdítom el, ugye 3-szor duplikálom. Erre ráteszek egy bevel módosítót. Ennél megadjuk. Előtte elfogadjuk a Ctrl-A billentyű kombinációval ugye a méretezést. Beállítjuk neki mondjuk az egész egy több szegmensből álljon. 4. És Shade Smooth. Elfogadjuk a módosítókat. Föntről lefele. Ugye folyamatosan Ctrl-A-val. Ugye erre szoktak matricát is rakni, aminek adunk most egy nagyon minimális vastagságot. Előtte ezeket kijelölöm, minden oldalt. Miután kijelöltem minden oldalt, nyomok egy Shift D-t. Ezzel lemásoltam részeket. A lemásolt fészeken nyomunk egy P betűt, és Selection, tehát szeparáljuk a Selection-t. Így most már ez egy különálló objektum. Kijelöljük Edit mód, ugye egyest lenyomva a Vertex módba, kerülünk, kijelölünk minden vertexet, és Ctrl-Shift-B-vel lekerekítjük. A görgővel tudunk hozzáadni szegmenseket, hogy kerekebb legyen. Mondjuk egy matricának a lekerekítése. Körülbelül így nézhet ki. Ezután hozzáadunk egy új módosítót, Solidify-t. Ezzel tudunk adni vastagságot a fészeknek. Nekünk bőven elég lesz mondjuk 0,008. Így van, ez elég is. És akkor most jöhet a textúrázás. Mi ezt kialakítok egy
környezetet neki. Ebben a sorozatban, mivel kezdőknek készül, nem szeretném a textúrázást túl bonyolítani. Kijelölöm a matricát, H betűvel eltüntetem, és most így csak a műanyag kockát látjuk, amihez hozzáadunk új materiált. Beállítom alapszint feketét, és a Ragnes értéken picit lejjebb húzok, hogy nagyjából egy műanyag felületet kapjunk. Aztán Alt H-val, vagy pedig itt oldalt, a szem ikonra kattintva visszahozom a matricákat. És ennek is beállítok egy új materiált, ami ugye lesz a fehér szín. A matricánál is elfogadjuk a módosítókat. Ezután Edit módban kijelöljük az egyik oldalnak a matricáit, de nem csak rákattintva, mert ugye így csak a felületét, a felső poligont jelöljük ki. Tehát ezeket nem. Ezt úgy tudjuk kijelölni, hogy amin állunk, és hát amire mutat a kurzor, ott L betűt nyomunk. És ezzel kijelöljük az egész matricát. És így minden egyes matricát kijelölünk ezen az oldalon. Létrehozok még egy materiált, ahol kiválasztom a fehér szint, ugye duplikálom, ezt átállítom kékre, és erre a gombra nyomva hozzáadja a kijelölt a fészekhez ezt a szint. És ugyanezt megcsinálom minden oldallal. Ezeket a matricákat most módosítani fogjuk, mert ugye, amikor ragasszák, nem biztos, hogy tökéletesen egy vonalba tudják ragasztani. Ehhez kijelölöm az összes matricát, P betűt nyomok, By Low Spart, ugye összeparálom őket, így minden egyes matrica egy külön object lett. Kijelölöm ennek az oldalnak az összes matricáját. Object Transform és Randomize Transform. Ezzel tudunk egy picit mozgatni rajta, hogy ne teljesen függőlegesen és viszintesen legyenek ugye a matricák. Mondjuk egy 27. Igen, ez így jó. Ezt megcsinálom minden oldallal. A tetején szokott lenni ugye a fehér színen egy matrica. Ezt is ráhelyezzük. A fehér színnél kijelölöm mindet.
edit módba, és fehér színre brasszol, így. Na, a fehér színre behúzom ezt a képet, ezt készítettem előtte, ugye base color, U betűt nyomok, Cube Projection, az összes külsőt beállítom, ezt kélelem, jelölöm scale-elem nullára, őt egy fehér mezőbe húzom, a középsőt, őt meg felnagyítom, így, és elforgatom 45 fokkal. Ugye így megjelenik többször is a kép. Annyit kell, hogy beállítjuk ezt a repeatről clipre. Bocsánat, extendre. És így készen is vagyunk a Rubik kockánkkal. Ha tetszett a videó, akkor egy lájkkal sokat segítesz. Remélem hasznos volt ez a tutoriál, és ha nyomon szeretnéd követni ezt a sorozatot, akkor iratkozz fel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!